Tisztelt konferencia, köszönöm a szót. Igyekszem a szakértő kollégáim által előkészített előadást végigvenni. Ezt leveszem, mert hátha esik. Annyiban is, hogy szerencsém van, hogy így előttem szóltak szakértő kollégák, mert vissza fognak tükröződni a régi gondolatok. Azokon lehet, hogy egy kicsit gyorsabban fogok akkor átmenni. Egy kicsit a történelmi, már-már történelmi, tehát a törvény előkészítő szakaszt ismeretével kezdeném, aztán mennék az egyes részletekbe bele, hogy is alakult a vadgazdálkodásról szóló törvény módosítása. Az igény az megvolt, és ugye ez a legfontosabb, a szándék, amivel az megvolt, ennek következtében az idei év elejére elkészült egy olyan szakanyag, amelyet már a szakközönség, a közönség érdekelt felek elé lehetett tárni, és májusban egy olyan szakmai társadalmi egyeztetés tudta kezdetét venni, mint egy 8 héten keresztül, június végéig, amely alapján a legfőbb gondolatokat a koncepciónak felvetéseit végig lehetett tárgyalni. Ez volt az alapvető feltétel, így szerettük volna végig vinni a törvényt, hogy először is a koncepciós felvetésekről beszélgessünk szakmai alapon, ne a szavakban, az ésekben és a vesszőkben keressük a megoldást, hanem mit is szeretnénk elérni, mi a módosítás alapja, ezért volt előzetes társadalmi egyeztetése a koncepciónak, amelyet lezárt az a július közepén megtartott társadalmi vita fórum, amely után a szövegszerű javaslatok elkészítése megkezdődhetett kollégáim segítségével. És jutottunk el szeptember végéig, addig a szövegszerű javaslatig, amely már a közigazgatás berkeit is megfutotta, és még egyszer a szakközönség és a társadalom elé tárható volt. Itt már azért a 8 hét helyett azért egy 2 hetet sikerült csak abszolválni, de tekintettel arra, hogy az eredeti koncepció amúgy is az volt, hogy a koncepciót kell megtárgyalni, és utána a szövegszerű javaslatokban már nem veszünk el, azok hűen tükrözik a megállapításokat, nem is volt szükség olyan részletes vitára. És hát utána október végén sikerült az országgyűlés elé beterjeszteni a javaslatot, ami jelenleg is ott van. Tegnap magam is voltam egy bizottságülésen, ma a kollégáknak államtitkár úr van egy bizottsági ülésen a részletes tárgyalásokon, ellenzéki és kormánypárti módosítójavaslatok vannak a jogszabálytervezethez. Olyan ötletek is felmerültek ebben a szakaszban is még, amit érdemes volt megfontolni. Jellemzően nyilvánvalóan, de ez már technikai kérdés, hogy egy kicsit azért át kell írni a javaslatokat, hogy tényleg azt fejezzék ki, amit szeretnének. De hát ugye jól tudjuk, hogy ez még most is csak egy koncepció, egy lehetőség. Az országgyűlés hozza, alkotja a törvényt. Amíg el nem fogadja, addig egy fényfestmény a falon, akkor lesz belőle tényleg megfogható valami, amikor az országgyűlés el is fogadja. A végrehajtási rendeletek és egyéb jogi szabályozás, ami szükséges és ami a részleteket majd tartalmazza, nyilvánvalóan ezután tud kialakulni. Én nem azt mondom, hogy a kollégák most nem dolgoznak ezen, vagy nem dolgoztak menet közben. Nyilvánvaló az egyes szabályok kialakításánál az is eldöntésre került, hogy ez a törvényi szintbe kerüljön-e most, vagy később végrehajtási szintű szabályozás szükséges. Ez a menet során elkülönítésre kerül, de a végrehajtási rendeleti szintnek a részletes kidolgozásában nyilvánvalóan nem kezdtek még bele, mert hát lássuk először is, hogy mihez képest kell végrehajtást eszközölni.
a 10 legfontosabb mondani való vagy kikötés, amely a törvény koncepciójában megfelelt. Az látható a dián. Amit mindenképpen kiszoktunk emelni, az nyilvánvalóan a tájegységű szemléletű gazdálkodás. Ez az egyik fő vívmánya talán a módosításnak. Nagy reményeket fűzünk hozzá. Szakmailag talán egy jó kigondolt dolog lehet. Egy olyan egységes szemléletet tud tükrözni, ha ez jól megvalósul, amely mindenképpen az ökológiai szemléletnek, az egységes gondolkodásmódnak a alapját képezheti, és ez szükséges minden természeti területen történő gazdálkodásban, így a vadgazdálkodásban is. A vadkárok kérdésköre, ami mindenkit érdekel, nyilvánvalóan ebben is voltak a legnagyobb hullámok, meg lesznek is. Itt az ütköző felület a vadgazdálkodó, illetve a mezőgazda, erdőgazda, egyéb gazdálkodó közötti surlódásoknak a pontosítása. Volt erre több kezdeményezés, itt a összefüggésben a vadászterület méretével is, de tehát ilyenkor mindig azt mondtuk, hogy a vadkár kérdését a vadkár kérdésével kell kezelni, nem pedig egyéb arra esetleg hatással levő, mert ha 300 hektár lesz, akkor majd nem lesz vadkár, mert agyonlövik a vadat, és ha nem, akkor mi van? Hanem mérjük fel a vadkárt, fizessük ki, ezt garantáljuk, akkor mindenki tisztában lesz azzal, hogy mennyi az a vadkár, ha biztos lehet benne, hogy meg fogja kapni, akkor kifehéredhet a rendszer, és a vadászatra jogosult is, tisztában lesz azzal, hogy nincs mellébeszélés, ha vadkár van, azért neki fizetnie kell majd. Tehát meg fog tenni 20 év alatt majd mindent, hogy ezt a problémát a legkisebb mértékre csökkentse. Ezen túl további előremutató dolgokat kezel a jogszabály. Én magam részéről azt gondolom, hogy a hivatásos vadászok alkalmazási feltételeit nagyon kellene még javítani. Pillanatnyilag eddig lehet elmenni ebben, de ebbe a körben nyilván ez nem olyan probléma, ez inkább a magán vadásztársaságok állományában lévő hivatásos vadászoknak az alkalmazása, ami esetekben problémákat okozhat. Tehát nem mindenben érhetünk el, vagy érünk el maximális sikert ebben. Ugyanakkor jó előremutató kezdeményezések vannak. Azt kell azért elmondjam, ebben a körben el is mondhatom, hogy hétfőn még elég rendesen alakult a benyújtott javaslat. Kedden már azt tárgyaltuk, vagy a tárgyalta a bizottság, és ahhoz tettünk véleményt, de egy egész jó konszenzus alakul ki még a ellenzéki pártok részéről is támogatásra adhatok ott. Tőlük befogadott javaslatokat is elfogadtunk. Sok esetben van olyan eset, hogy egy az egyben, van olyan legtöbb esetben egy kicsi módosítással, hogy a koherencia és a tényleges akarat meg tudjon valósulni. Legfontosabb témakörök, amit az előzőkből kiemeltem, most végig is mennénk rajta. Tájegységes szemléletű gazdálkodás, ugye ennek egyik letéteményese alapja lesz az, hogy lesz kialakítva a tájegység, milyen határok mentén lesz, szakmai határok kell legyenek, sok mindent figyelembe kell venni, bürokratikus akadályokat is, akár a megyei, tehát közigazgatási dolgokra is gondolunk. Én arra számítok, hogy az erre felkentek megfelelő munkát fognak ebben végezni, és hát letéteményesé lesz ennek a tájegységi fővadász, akinek az intézményes isétését még ugyan meg kell jól oldani. De ha ez a kettő, tehát a tájegységek jól vannak kialakítva, és jól működik a tájegységi fővadász, akkor egy jelentős előrelépés tudhat le a vadásszakma maga mögött. A vadászterületek kialakításának folyamatáról itt több dia is van. Én előrelépnék néhány diát ebben, mert erről külön előadás is volt a részletekről.
ugye az, hogy 3000 hektár a minimum, ez maradt, az, hogy 20 év lett a haszonbérleti időszak, ez ugye megduplázódott, de ezekkel már mind tisztában vagyunk. Azért alapvetően nagy hatása van a jelenlegi tervezet szerint is a földtulajdonosoknak, mert hogyha jól beláthatjuk, hogyha azért bármilyen területen is, vagy egy jelentős részben egy földtulajdonosnak és egy közösségnek egy meghatározó akarata nyilvánul meg, akkor az módosítani tudja akár a határokat is, illetőleg a haszonbérlet, hogy ki legyen a vadgazdálkodó, a vadászatra jogosult, alapvető befolyása lesz későbbiekben. És hogy maga kezébe vegye az események sorsát, igaz, hogy ehhez most egy valami társaságot kell alapítson, egy jogi, kvázi jogi szemét, de meg tudja tenni. Még az árán is, ahogy hallottuk, hogy ki tudja zárni az előhaszonbérletet, megvan rá a lehetősége. Igen, ez itt a napok, meg hogy is van. Én egy ábrára előre megyek, mert lehet ezt hátul látni, nem mi? De jó. Na, a lényeg egyébként az van, akkor egy kicsit mutogatok a lézerkarddal, itt indul az, hogy ki a hatóság egy ajánlást tesz közzé, hogy legyenek a vadászterületi határok. A mi esetünkben legtöbb esetben lehet, hogy azt lehet mondani, egyébként majd megpróbálsz a diasort felfrissíteni, és innenkinek rendelkezésére bocsátjuk napokon belül. Ha nem, állami területeken nyilvánvaló nem lesz nagy ellenállás abban, hogy ezt megtámadja bárki is, vagy hozzá akarjon tenni, vagy elvenni belőle, de ha akarunk, meg tudjuk tenni, akkor elindulunk ezen az úton. Ha nem lesz ilyen, akkor a hatósági döntés határozatban megtörténik, és össze lehet hívni a tulajdonosi gyűlést, illetőleg hát ez ilyen módon a vadászterület kialakításra kerül, és ott lehet majd aztán határozni, hogy ki lesz a vadgazdálkodásra jogosul. Nagy állami területek tekintetében ez talán egy evidencia folyamat lesz. Amennyiben azonban egy ennél cizelláltabb a helyzet, akkor a határkorrekcióra módosító javaslatok, ugye ez a minimum 300 hektár és minimum 80%-ot a javaslatot tevőknek birtokolniuk kell. Itt nem egy szeméről van feltétlenül szó, tehát arról van szó, hogy összeállnak sokak akár birtokolnak egy területen 80%-ot, és ezzel meg szeretnék módosítani a területet, azt meg tudják tenni. Az május 15-ös határidővel, akkor egyeztetés van július 15-ös határidővel összehívva, tehát ezen időszakon belül, és vagy születik egyesség, vagy nem születik egyesség, az alapján lesz az egyesség van, akkor nyilvánvalóan figyelembe veszi a hatóság. Ha nem születik egyesség, akkor egy hivatalból való megállapítás lesz a vége, mert valaminek lennie kell. Az egyik garancia ott kell legyen, hogy ilyen esetekben sem húzódik majd évekig, hogy egyáltalán kialakuljon a vadászat terület, és a környéknek a vadgazdálkodását ezzel blokkolni lehessen. Úgyhogy ez volt az egyik fő cél ebben, hogy egy olyan jól követhető rendszer legyen, melyben azért a gazdáknak jelentős szava tud lenni, ezzel jól lehet élni, bármennyire is úgy tűnik, hogy ez csak egy beleszólás. Ezzel én azt gondolom, jól lehet élni. Azért látjuk, hogy az egyesség mentén könnyebb út vezet. A hatóságból vagy hivatalból való megállapítás az mindig egy fájó dolog. Biztos, hogy az senkinek nem lesz jó, de mégis úgy lesz. És akkor a döntés közzététele, és össze lehet hívni a tulajdonosi gyűlést, melyen ki lehet adni vagy önmaguknak, vagy bármilyen vadásztársaságnak, leginkább a vadászterületen. Erről aztán beszéltünk eleget, de ha bármi kérdés van, majd akkor igyekszek visszalapozgatni. Itt fölírtak egy-két dolgot nekem még a kollégák, tehát ebben az egyeztetési folyamatban, amit összehívnak és egyeztetés, ott nem csak a
földtulajdonosok közös képviselője, hanem maguk a földtulajdonosok is egyértelműen részt vehetnek. Tehát ezen az egyeztetésen, amit rendesen közzé kell tenni, ott az összes érdekelt fél, a korábbi vadászatra jogosult, mindenki részt vehet, és ott nyilván a hatóságnak az a feladata, hogy fölméri a helyzetet, hogy hol is van meg a többség, és ki a valós jogosult, és úgy érdemes-e átszabni a határokat, ott biztosítható-e egy színvonalas és egyébként többségi akaratot is megnyilvánító vadgazdálkodás. A következő lépés az, amikor megalakultak ezek a vadásztársaságok, illetőleg a vadászterületek, és haszonbérbe kapja egy vadásztársaság. Én most így egyszerűsítve mondom, nyilvánvaló nem csak vadásztársaság, hanem arra egyesület, nemzeti parkigazgatóság, erdőgazdaság, sok mindenki jogosult lehet majd a vadászati jog hasznosítására. Egy biztos, ami korábban volt, hogy az nem, tehát a tulajdonos közösség így önmagában, mint nem tudom mi micsoda, még csak kvázi sem jogi személy, az nem, tehát valamit alakítaniuk kell önmagukból. Egy vadásztársaságot leginkább azért ezt mondom, mert ezt próbálja súlykolni a jogszabályalkotó is. És akkor a további garanciák a tulajdonosok felé ott jelennek meg, hogy a haszonbérleti díjat bizony előre le kell perkálni. Annak 90%-át ki kell fizetni előre. Az éves díjnak, ez éves díj, nem látszik a díján, de éves díj, és akkor a következő évben mindig majd a 90 plusz 10%-ot, vagy a 10 plusz 90%-ot, és a legvégén marad a 10% a 20 év végén már. Tehát előre ki kell fizetni, mert ez is egy garancia kellett legyen, hogy a tulajdonosok megkapják a nekik járó haszonbérleti díjat, mert ebből is volt probléma az elmúlt 10 évben. Nagyon sok panasz érkezett, ilyeneket kell mi kezeljünk. Nyilván ezért is kellett hozzányúlni az egész szabályozáshoz. Ha minden rendben lent volna, akkor nincs módosítást, ezt azért mindenki gondolhatja. Az ajánlás, sok részletszintű szabály van még, ami még nincs megadva. A díj mértéke, hogy mennyi, nyilvánvalóan, ha megállapodnak valamennyiben, akkor az annyi lesz, de erről is hallhattunk. Viszont lesz rá ajánlás, hogy azért mihez képest mennyi. A mi esetünkben ez egy kicsit érdekes lesz, mert ugye a tulajdonosi képviselő kicsoda is az még egy előttünk álló kérdés. Ebben megnyilvánulhat-e az erdőgazdaság, vagy mint vagyonkezelő és felhatalmazott, tulajdonosi felhatalmazott, vagy megkapja ezt a felhatalmazást, ez egy előttünk álló kérdés. Ahogy itt hallottuk is az NFA-tól, hogy tudjuk megkapni ezt a felhatalmazást. Én amellett volnék, hogy kapjuk meg minél konkrétabban, és aztán az általános tevékenységet tekintve meg minél hosszabb időre, mert a folyamatos engedélykérés nem segíti elő a feladatok gördülékeny elvégzését, és szerintem a normális gazdálkodás menetét is sokszor akadályozza. Nekem most mondhatok akár nemzeti park igazgatósági példát, hogy ne erdőgazdaságról beszéljünk, amikor teszem azt a Badacsony környékén, ők a közös képviselők, és nem tudom én, nem kapják meg fél évig azt az engedélyt, hogy összehívhassák az éves közgyűlést, akkor hogy lehet így működni. És még utána is vártak rá. De hát az NFA most már azért új erőre talált, és remélhetőleg gyorsabban feldolgozza az ilyen kérelmeket. Ezen leszünk, én remélem, hogy ez így fog működni, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha ezt előre le tudjuk rögzíteni az észérvek mentén, akkor az jó lesz. Az biztos, hogy egy olyan akarat van, azt azért nem titok, olyan vagyonkezelő szerződéseket újra kellene kötni, újra is kötik, el is indult ez a folyamat. Úgy volt, hogy évvégéig meg is lesz, de én örülök, ha meg lesz. Vannak előre haladott állapotok, tehát hogy ne ideiglenes vagyonkezelő szerződések legyenek az erdőgazdaságunknak, de ez nem fogja tartalmazni a vadászati jogot, arra külön megállapodás lesz a vezetőink iránymutatása alapján.
ez a kitétel is egy érdekes dolog. Ugye, aki körbekerülti az egyébként vadászati területét, és ez nem csak ezt innen így törölni próbálom a lézerkarddal, mert ez már nincs itt benne, tehát bármilyen, ha jól vettem ki a kollégák szavából, akkor nem csak a mezőgazdasági területre fog ez vonatkozni. Azért bizony nem jár semmi, ha elkerítettük a vadtól. Már ilyen haszonbérleti díj. Attól még a vadászati terület része, de hát jobb hián ennyit tudunk tenni, hogy arra késztessük a gazdákat, hogy ne éljenek ilyennel. Ő akkor nem fog kapni semmit. Én magam részéről elgondolkodnék ezen a vadkár kérdésen is onnantól, mert hogy hárítom el a vadkárt azon a területen, ahol abban nem léphetek be, és nem tartatok vadkár hárító vadászatot, ha mondjuk egybe lekerít 1000 hektár. Vagy hogy is van ez? És erről volt beszél továbbiakban, hát az alhaszonbérlet továbbra sem lesz lehetőség, is még jobban tiltani fogjuk. Ezt ennél részletesebben hallottuk az előttem szólóktól, és emlegettem már korábban is, tehát a tulajdonosi közösség az meg kell alakuljon valamivé, hogy jogilag is számon kérhető legyen, akkor gyakorolhatja majd a vadászati jogot. Én ennyit emelnék ki belőle, a részletek meg úgyis részletszabályokhoz lesznek kötve. E tekintetben én várom a törvény megjelenését, mert akkor látunk majd tisztán. A különleges rendeltetési területeket meg elvileg lehúzták az én legújabb verziómból, de hát fönn vannak, de pillanatnyilag ugye nincs változás benne, tehát hosszabban nem érdemes erről beszélni. Az ártérjű nagyvadtartás viszont egy jó kérdés. Koncepcionális döntés volt az, hogy jól láthatóan elkülönüljön a szabadtéri vadgazdálkodástól, kérdéseitől, minősítési rendszerétől, akár a trófeabírálatban, akár másban az ártéri vadtartás. Itt akár a vadfarmokról, vagy vadasparkokról beszélünk, de a vadaskertekről is. A vadaskertekben bekerülő vad kérdése, hogy honnan származhat és milyen papírokkal kell rendelkezzen, ez egy érdekes kérdéskör, de jelenleg nyitott a rendszer arra, hogy akár vadfarmról is lehessen vadat oda betenni, mert hogy ez egy gazdasági tevékenység része, ez a legújabb döntés, én ha jól sejtem, ez a hétfői konszenzus. Ugyanakkor nem automatizmus semmelyik sem, tehát hatósági engedély kell hozzá, stb. Részletszabályok nyilvánvalóan pontosítani fogják ezt még. De koncepcionálisan ez a döntés ebben. De kikerülni onnan viszont szabad területre az szinte lehetetlen. Pont ez volt a cél. Tehát ugye a genetikát megőrizni a természeti folyamatokban, nem úgy beavatkozni, ne lehessen nagy trófeás vadat megnevelni a kertben, utána pedig kitenni szabad területre, és mondjuk ott kószál, mert azt se tudja, hol van, mert kihelyezték néhány órája, egy ügyes vadásszal becserkelni, és hatalmas trófeát elejteni, és világrekordnak kikiáltani. Ez is az egyik problémaforrás volt, melyet le kellett kezelni, és ez tűnik a jelenlegi megoldásnak. Nyilvánvaló, ez nem fog menni megfelelő ellenőrzés nélkül, és bár láttunk már ilyet, de nem hiszem, hogy a vadas kertekben fülkrotáliák lesznek az ott tartott vadnak a fülében, hogy azonosítani tudjuk, de hát a vadfarmokon és a vadasparkban ez azért lehetséges. Van még nyitott kérdés ebben, de a koncepció azt hiszem érthető. Tiltott eszközök újításai.
inkább technikai jellegű. Én inkább a új tiltott eszközökre szeretnék rávilágítani. Egyrészt ugye, hogy az elöltöltő fegyverek megjelentek, ez egy újítása. Mármint nem a tiltott eszközök között, hanem azzal lehet vadászni. Az elöltöltött fegyverekkel egész jó szabályozás van. Most ezt egy módosító indítvány nem csak az egyéni vadászatra, hanem apró vadvadászatra is kinyitotta, amelyet elfogadtunk. Az más kérdés, hogy majd szeretném majd azokat a videókat nézni, amikor a apró vadászaton hogy töltenek újra az előtöltőssel a kollégák. Ez egy jó gyakorlat lesz számukra, szerintem gyönyörű élmény. De a lehetőség nyitott, miért ne legyen az. A teljes köpenyű lőszert nem tudom jobban megmagyarázni, nyilvánvalóan biztonsági és a vad sebzés kérdésköréből fakadó okai lehetnek, pedig ha jól emlékszem az olvasmányaimból, Kittenberger ilyennel vadászott mindig, itthon is. De haladni kell a korral, és azt gondolom, hogy ha a biztonságos vadászatnak ez az egyik kritérium, akkor meg kell tegyük. És talán a technikai újdonságoknál az éjjellátó keresőtávcső a hivatásos számára, erre felhívnám a figyelmet. Ez volt az a kompromisszumos maximum, amelyig a jogalkotó hajlandó volt ezen technikai eszközök alkalmazásánál elmenni. Erről volt kezdeményezés, de nem mondhatnám, hogy mély vita alakult volna ki a jogalkotónál. Azt kell mondjam inkább, hogy határozott elutasítás volt a vadásziasságnak a kérdésköre, és lehet itt vadkár, nem vadkár, a fegyverre szerelt technikai eszköz szóba se jöhet, a hivatásos vadász viszont alkalmazhatja a feladatai ellátásához, ezt én azt gondolom, hogy fontos is, akár a vad megfigyelés, akár a terület megfigyelése tekintetében ez a segítség jár neki, mert tudjuk jól, hogy a orvadászat során ezeket az eszközöket használják. Nem maradhat le a védelem sem. Egy ilyen tiltás feloldás, ez itt úgy tűnik, hogy tiltás között van, de gyakorlatilag ez egy engedmény. A terelő vadászatokon ezentúl lehet majd kutyát használni. A vaddisznóhajtásokon ezután is bármilyet, de a terelő vadászatokon is lehet majd, de ez a 45 cm-es marmagasság meg lett kötve ennél a vadászati módnál. Hogy mondjuk úgy, hogy lekövette a jogalkotó az amúgy is gyakorolt gyakorlatot. Ezt én nem tartom rossznak. Azért, a neveletlen kutya ellen meg nem tudunk jogszabályt alkalmazni, az legyen a vadgazdálkodónak a dolga, hogy szűrje ki, hogy egyébként olyan alacsony marmagasságú kutyákat engedjen oda, akik nem teszik lehetetlenni a vadászatot. Ilyen esetben sem. Tervezés. Egy kis változásra szorult, vagy hát mondjuk úgy, hogy a táji szemléletű vadgazdálkodás miatt átstruktúrálásra került. A tájegységi szintű vadgazdálkodási terv lesz az alapja, mindennek 20 évre szól. Ezt fogja kiegészíteni. Hoppá, bocsánat, ez nem a lézőkön. Az vadgazdálkodási üzemterv, ami szintén 20 éves, és lesz egy éves terv. A tájegységit azt kvázi hatóságilag fogják meg alkotni, és ehhez kell a vadgazdálkodónak majd alkalmazkodni. Ez szerintem így helyes, így vált be az erdőgazdálkodásban is.
enélkül a tartalmas, a fenntartható gazdálkodás szerintem sérül. Úgyhogy jó, hogy így van. Ebben pedig például lesz szerepe a tájegységi fővadásznak, segítség, tapasztalatátadás, információnyújtás, vadgazdálkodásra jogosultat majd tudja segíteni a üzemtervek és az éves tervek elkészítésében. Hivatásos vadász alkalmazásának feltételeiben hozott némi változást a javaslat. A 3000 megkezdett 3000 hektáros limit megkezdett 4000 hektárra emelkedett föl. Ezt most nem ecsetelném jobban, ez egy kompromisszumos javaslat volt. Nyilvánvaló az egyik oldalról az játszott a súly a mérleg nyelvénél, hogy a serpenyőben, hogy hát itt sok papírvadőr volt a 3000 hektáros alkalmazási feltételnél, és ennek a csökkentése, tisztítása a helyzetnek az, hogyha ezt felemeljük, így a vadgazdálkodóknak a terheit csökkentjük, de akkor ezek legyenek biztosan is jó emberek. Az ő tevékenységüket is fogja tudni nagyban segíteni a tájegységi fővadász, de más munkaviszonyban nem fognak egymással állni. Benne marad, hogy erdészeti szakszemélyzet, vagy természetvédelmi őr is elláthatja, 80%-ban megegyezik a területe. Egy jogosult alkalmazásában és ebben a tervelkészítésben részt kell vegyen. Nyilván az részletszabály majd, hogy ez milyen ellenjegyzés és hogy kell részt vegyen. Felteszem, hogy nem lesz elég kipipálni, hogy ott volt a teremben, amikor ezt döntöttek róla. Én annak lennék a pártfogója, hogy ez bizony olyan erős jogosultságot jelentsen a hivatásos vadásznak, amivel ő tud élni, és a presztízsét növeli. Ez főként nyilvánvalóan a magántársaságok tekintetében érdekes. Erdőgazdaságnál megfelelő mennyiségű jó szakember van ahhoz, hogy ez ne okozzon problémát is. És hát, hogy az, hogy előírható felsőfogú végzettség is igény szerint, ha úgy látja a hatóság helyesnek, ez egy jó előremutató szakmai dolog. Két dolgot még hozzátennék, ami nincs fönt a táblán. Az egyik az, hogy viszont nem lehet majd a vadásztárságnak vezető tisztségviselője a hivatásos vadász, illetőleg a munkáját irányító személy az bizony szakirányú végzettséggel kell bírjon. Nem lehet akárki, aki majd megmondja neki a szakmájában a frankot, aztán közben nem is ért hozzá. Fővadász tekintetében erre több kérdés volt, de ez egyelőre ugye koncepcionális, mert hát a jogszabályban ennek a keretrendszere tud megjelenni, és a végrehajtási rendelet ehhez majd még kell. Mindenképpen állami szerepvállalás, nem hatóság, inkább szaktanácsadó. Felsőfokú végzettség, szakmai tapasztalat szükséges, és hát közreműködik a vadgazdálkodási tevékenységben. Sok minden van ide fölírva, bármelyiket ki lehetne emelni és arról sokat beszélni. A lényeg összefoglalva, hogy a feladatkör kettős, szakirányítási és szaktanácsadói. És a részletek még majd a jogszabályokban meg fognak jelenni. A vadkár problémája, sokat beszéltünk róla, napokat lehetne beszélni, meg szeretném erősíteni, hogy a vadkára kapcsolatos kérdéskör, annak megfelelő rendezés az egyik legfontosabb feladat a jelenlegi törvénymódosításban. Nyilvánvalóan kapcsolódni fog hozzá az a vadkár felmérési eljárásrend, mely a Vadászkamara és a Nemzeti Agrárkamara együttműködéséből fog születni.
Nyilvánvaló, hogy ez nem lesz egy könnyű dolog, mert jól tudjuk, hogy a termőhelynek megfelelően, és akkor nem is sorolnám, hogy milyen különböző lehetőségek vannak a növényi kultúrára vonatkozóan, de akkor is egy olyan protokoll kell a technikai protokollon kívül, hogy ami irányt mutat a vadkár szakértők számára is. Azt a kétoldalas blankettát ki kell egészíteni a jelenlegi tapasztalatok alapján szükséges további bizonyító erejű dokumentációval. Ennek is valahol szerepet kell majd kapnia. Tehát, hogy milyen fényképeket honnan, mit kellett megmérjen, mit kellett lemérjen, arról milyen jegyzőkönyvet kell készíteni. Nem tudom, hogy elmondtam-e, vagy hát itt kellene elmondani, de ide föl is van írva. Tehát azért ez egy fontos kitétel lesz, hogy az a 10%-os kérdés, ami mindenkit érint, hogy 5-10%-ra emelkedett a gazdálkodót érintően elviselni szükséges vadkár mértéke. A bekövetkezett vadkár 10%-át le kell nyelje a gazda, mert hogy a vad a természet része. Ez alól akkor viszont feloldást kaphat, vagy mondjuk úgy, hogy büntetésből megkaphatja a vadászatra jogosult a 10%-nak kifizetésnek a kötelezettségét is, hogyha nem teljesítette a előírt lelövési számot a nagyvad tekintetében. A következő évre vonatkozik ez, tehát ha nem lőtte ki, akkor a következő évben nem lesz az a 10%-os, onnantól abban az évben ad minden kárt ő füzet. Mert a kérdések jogosak. Hogy akkor mikor is mérem, éppen mennyinél tartunk, és mennyit is, stb. Hát röviden azt tudnám mondani ezekről a diákról, hogy ez egy logikus eljárás kell legyen. Bármelyikünk le tudná írni, hogy hogy is kell ez működjön, és egy bármilyen működő rendszerben a hibákat mindenki meg tudja találni. Hibátlan úgyse lesz. A lényeg, ami eddig is volt, az, hogy együtt kell működjön a vadgazdálkodásra jogosult és a egyébként gazdálkodó, akkor lehet jó megoldást találni. Magam részéről ezt a erdők tekintetében nem kell ecseteljem, hogy nyilvánvalóan az a jó, hogy az erdőgazdálkodó és a vadgazdálkodó az azonos személy, akkor lehet normálisan, ökológiailag is elvárt minőségben gazdálkodni. Mind az erdőben, mind a vaddal, mert azért az egyiknek az élőhelye, a másiknak meg korlátozó tényezője a természetes folyamatoknak jelenleg a túltartott vadlétszám. A kettő egyensúlya jól megtalálható, de a legjobb, hogyha legalábbis nagy a konszenzus a vadgazdálkodó és a gazdálkodó, földhasználó gazdálkodó között. Vannak előremutató kezdeményezések, hogy ne lehessen beszántani és bevetni az erdő aljáig, mert gyakorlatilag lehetetlen a kiváltató vad, akkor ez az 5 méter elhagyása, vadiasztó eszközök elhelyezése. És hát legalul van az egységes vadkár felmérési eljárásrend, amit rendeletszintű szabályozásban képzelünk el, legalábbis a legfőbb kereteit. Trófeabírálat is új hangsúlyt kap. Szó volt róla, és bizony visszakerül a valami fajta minősítési eljárás az elejtés minőségét, szakszerűségét, hogy ellenőrizze. Még ha nem is az a régi fajta pontozásos módszer, egy új módszer és egy ilyen háromcsapás rendszerű bevezetve, tehát nyilvánvaló jártunk trófea szemlének, tudja, hogy azért esik abba mínuszos, vagy hogy mondjuk így, hogy mínuszos bika is, 100-ból, ha 5 ilyen esik, akkor azért az egy jó teljesítmény a vadgazdálkodó szempontjából.
körülbelül ez a határ. Viszont ha 100-ból 30, akkor az már okot ad némi odafigyelésre, hogy finoman fogalmazzak. Szakszerű vadgazdálkodást nem hiszem, hogy én kell előadjam itt a jeles közönségnek. És hát ugyanígy van felsorolva, hogy figyelmeztetés, hasznosítás korlátozása és pénzbírság, de szerintem a második pont tud a hatékonyabb eszköz lenni egy magántársaságnál. Mert olyan nagy pénzbírságot sokszor nem is tudunk kiszabni, hogy neki az nagyon fájjon, főleg, hogyha egy olyan bikát lövetett, amiből azért jelentős árbevétele van. Viszont ha azt mondom, hogy na most akkor lehúztam a rólót, és bizonyos vadgazdálkodási tevékenységet nem végezhetsz, nem ejthetsz el trófeás vadat, nem tudom én hasonló, nem végezheted azt a tevékenységnek azt a, mondjuk úgy, hogy azt a részét, amiért érdemes vadászni számukra, akkor azzal jobban meg tudom fogni a tevékenységüket. Eltörüljük a továbbiakban néhány dolog még, így bezárásul. Egyéni lőjegyzék törlésre kerül, én személy szerint magam is meg tudnám magyarázni ezt, ha nagyon muszáj volna, de nem hiszem, hogy bárkinek ez problémát okoz, mert ez az egyéni lőjegyzék eddig sem képezte a tudományos kutatás vagy a szakszerű hatósági munka ellenőrzési alapját, úgyhogy az egyéb teríték, nyilvántartás, beírókönyv, stb. Úgyis megmarad, abból nyomon követhető az elejtett vad. Az egyéni lőjegyzék, az, hogy nincs beírva valami, azt konkrétan balkézből ötfélét tudunk előhúzni, hogy miért is nem írtuk be, mert nem is mi lőttük, mi csak visszük, és a rendőr úgyse tudja ellenőrizni, de őt úgyis az érdekelte, hogy benne van-e a krotália a vadban, és onnantól jogszerű az elejtése. Elektronikus beírókönyv engedélyeztetése, én szerintem ez a jövő lehet. Ugyanakkor jól tudjuk, hogy kell némi unokai segítség néhány vadásztársunk tekintetében, hogy elektronikus beírókönyvet majd használni tudjon, de én azt gondolom, hogy ez a jövő vadász generációinak a kialakulását elő tudja segíteni, hogy az unokájával együtt kell majd elmenjen vadászni, hogy ő pöttyögje be, hogy alkalomattán hova is ül neki, mely lesre. De lehet ezt annyira felhasználó baráttá tenni egy magántársaságnál, hogy jó legyen. Állami erdőgazdaságnál meg úgy is használjuk ezeket az eszközöket. Nem hiszem, hogy ez lesz a korlátja bármilyen tevékenységünknek. Inkább majd azt kell megnézni, hogy van-e térerő, és tudunk-e úgy működni. És hát itt megint ugye itt van az elöltöltő fegyveres vadászat, azt említettem, az agarászat is bevezetésre kerül, de erre, ha jól láttam, a legújabb módosításokat nem az agár nevesítve, hanem történelmi hagyományos kutya vadászatok, tehát egy kicsit nagyobb merítésre ad majd lehetőséget a jogszabály, főszabályként aztán nyilván majd a pontosítások a VHR-ben. Amelybe belefér az agarászat, magyar agár, fajta fenntartás és minden, de vannak még vadászkutyáink. Én köszönöm a figyelmet, ennyit próbáltam összefoglalni, és megint megerősíteni tudom, hogy hát még születőben van ez a jogszabálymódosítás, vonatjaink dolgoznak rajta. Úgyhogy mi árgus szemekkel figyeljük a történéseket, de az ő kezükben van a munka. Nem mondom, hogy nem tudunk mit tenni, kollégák folyamatosan dolgoznak, de hát a országgyűlés hozza a törvényt, mi meg majd hozzáigazítjuk a részletszabályokat. Köszönöm szépen!